Vádemelést javasol a rendőrség egy férfival szemben, aki egy hódmezővásárhelyi áruházból műszaki cikkeket lopott. A férfi az eltulajdonításhoz használt csípőfogóért sem fizetett. Egy 24 éves férfi gyanúsítható azzal, hogy 2017. május 2-án egy hódmezővásárhelyi bevásárlóközpontban eltávolította az áruvédelmi eszközt egy navigációs készülékről, amit ellopott, majd eladott. A feltételezett elkövető május 5-én 10 óra körül visszatért az üzletbe, ahol a bolt polcairól levett egy játékkonzolt, egy mobiltelefont és egy csípőfogót. A magához vett termékekkel bement egy próbafülkébe, ahol a fogóval a játékkonzolról eltávolította a biztonsági etikettet, majd azt a táskájába rejtette a szerszámmal együtt. A mobiltelefonról már nem tudta eltávolítani az áruvédelmi eszközt, így azt csak megrongálta és visszatette a helyére. Az áruház biztonsági személyzete észlelte a cselekményt, és értesítették a rendőrséget. A férfit a rendőrök előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során a bűncselekmény elkövetését elismerte. Ellene üzletszerűen, dologi erőszakkal elkövetett lopás büntette miatt indult eljárás. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitánysága a nyomozást a napokban befejezte, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal továbbította az illetékes ügyészségnek.